A mérnökképzés Nyíregyházán 3 alapszakkal indult, jelenleg már 4 technikus képzésen, 6 alapszakon, 2 mesterszakon és 6 szakmérnöki szakon tanulhatnak a hallgatók, akik igen szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Ezek az eszközök is az ő kezük munkája. Az intézmény infrastruktúrája pedig az elmúlt 3-4 évben világszínvonalra emelkedett a beruházásoknak köszönhetően. Az 50 éves jubileumot konferenciával és kötetek megjelentetésével ünnepelték. Tulajdonképpen 2 kötet jelent meg, az egyik az 50 éves mérnökképzés évfordulójára, ami egy visszapillantás a múltba, ugyanakkor tükrözi a pillanatnyi állapotot, az előbb felsoroltak mindegyikét, tehát infrastruktúra, személyi feltételek, publikációk, hallgatói eredmények, és egy másik kötet, amiben tudományos dolgozatok születtek, a Nagybányai Egyetemmel közösen rendeztük ezt a konferenciát, 9 országból érkeztek résztvevők, és 131 előadó jelentkezett be a konferenciára. Közös kutatások elsősorban a gépgyártás, üzemeltetés, környezetvédelem és élelmiszeripar területén születtek. Az egyik előadáson például az energiaültetvények terén elért eredményeket ismertették a kutatók. Itt a Nyíregyházi Főiskolán 5 éve rendelkezünk különféle energianövény ültetvényekkel. Nagyon jól ismert minden néző számára az energiaakác, pontosabban az akác, amit most már energia célra is tudunk termeszteni. Ezek olyan klónok, olyan kiszelektált különleges egyedek, amelyek rendkívül gyorsan nőnek, és akár 2-3 évente betakarítatóak. Egy adott területről így nagyon nagy biomasszát tudunk betakarítani, tehát nagyon sok olyan növényt tudunk betakarítani, amely utána felaprítható, és egy biomassza erőműben, mondjuk Szakolyban, vagy egy települési fűtőműben elégethető. Szakemberek szerint ezeké a növényeké a jövő. Dániában például 100-an, 150-en is rákapcsolódnak települési fűtőművekre, amelyeket fával vagy energianövények aprítékával fűtenek. Magyarország földgáz függőségét lehet ezekkel csökkenteni.